Advent harmadik vasárnapján minden program a karácsonyi készülődésről szólt Fehérváron. A Szent István Király Múzeumban adventi készülődésre várták a családokat és a gyerekeket. Mézes kalácskészítés, asztali dísz, karácsonyi illatbugyor és üvegmécses ragasztás is szerepelt a kézműves programok között. Mézes kalácsot vagy apró süteményt. Ismét sokan kilátogattak a városháztéri adventi vásárba is. Több százan gyűltek össze a főtéren, ki a forradból, ki a kézműves termékek miatt. Akadt olyan vásárlátogató is, aki Budapestről érkezett Fehérvárra, hogy elidőzzön kicsit a város adventi vásárában. Ez egész nagyon szépen van megcsinálva, és nagyon tetszik, hogy a városházának az udvarát is felhasználtak, és hogy oda is be lehet menni. Sokak a belvárosi vásárban szerzik be a karácsonyi ajándékokat, de jó néhányan maguk készítik el szeretteik meglepetéseit. Az ünnepet igyekszik mindenki családjával tölteni. Az urat ünnepeljük karácsonykor, hogy ő megszületett, és nem a beiglevésről és az ivászatról szól, hanem a szeretetről. Kenyér helyett is kalácsot adnak. Nem csak a vásár, az adventi színpadi programok is sokakat vonzottak a városház előtti térre. Kora este a Bab zenekar szórakoztatta az egybegyűlteket karácsonyi műsorával. Aki most nem látogatott ki a belvárosi adventi forgatagba, még pótolhatja lemaradását, hiszen jövő héten, advent negyedik vasárnapján is programokkal várja a fehérváriakat a vásár, akkor a Mi a Manó társulat is játszik majd a színpadon.